Minap beszéltem valakivel, aki az én tanácsom hatására elkezdte fogyasztani a süngombát, aminek olyan neve is van, hogy oroszlán sörény gomba és majomfej gomba, latinul hericium, erinaceus. Ennek a gombának az egyik nagyon jó tulajdonsága az, hogy a hatóanyagai áthatolnak a véragygáton, ami egy nagyon sűrű szövésű fehérje háló az agynak a hajszál ereiben, és megakadályozza, hogy az agyat mindenféle kémiai anyagok támadják, mert nem férnek át a véragygáton. A süngombának a hatóanyagai átférnek a véragygáton, és serkentik az agyi növekedési faktornak, az NGF-nek a termelődését. Az NGF hiánya okozza a legtöbb degeneratív betegséget, mint a Parkinson, vagy az Alzheimer, a demencia és a szklerózis. És ez a hölgy elkezdte fogyasztani másfél hónapja 4 tablettát szed minden nap ebből, és azt mondta, hogy hát ő csodát vár. Persze, én is azt szeretnék csodát. De lényeg az, hogy azért türelme megvan hozzá, azt már észrevette másfél hónapos fogyasztás után, hogy ugye a Parkinson kornak bizonyos mozgáskoordinációs nehézségek a tünetei, és hogy ezt észrevette, hogy ez sokkal jobb, sokkal könnyebben tud menni, például járni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megint bizonyít a süngomba, de tényleg úgy van, hogy azért másfél hónap után, és a 4 szem az még nem is egy olyan nagyon nagy dózis, én 6-ot szedek belőle, és nem vagyok semmilyen degeneratív betegségben, nem szenvedek. Szóval a másfél hónapnál egy picit többet kell várni, de az egy nagyon jó jel szerintem, és ezért is mondom el ebben a videóban, hogy másfél hónap után is, és 4 tabletta mellett is észlelni lehet bizonyos javulásokat.